Erős várom Istenünk! Szeretettel köszöntöm eheti bibliaóránknak a hallgatóit és nézőit. Azokat, akik követik a bibliaórai sorozatunkat, most Jézus nemzetség táblázatáról, illetve azokat is, akik esetleg újonnan kapcsolódnak be ebbe a sorozatba. A bibliaóra elején énekelünk a 239-es énekünk első három versét, mivel pünkösd után vagyunk, a Szentlélek kitöltésének az ünnepe után, ezért egy szent lelket hívogató és dicsérő éneket énekelünk. Jöjj, égi szent láng, szent lélek, Isten! Jöjj, égi szent láng, szent lélek, Isten, ő támasz minden kétségben. Ki trónusáról, jó atyán, és Jézus Krisztus küld hozzám. Jöjj, vigasztaló, szent lélek, Isten, jöjj, égi szent láng, szent lélek, figyeljünk oda a mai igékre, az útmutatónak a mai igéire is, és utána egy fohászt mondok. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Ezt a 34. Zsoltárból kaptuk mára a 16. vers. És a hozzá választott új szövetségi ige, Máté 7. fejezet, 7. verse, Máté evangéliumából, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mondja Jézus Krisztus. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi is keresünk, kutatunk, zörgetünk, hiszen az életünkhöz elengedhetetlenül szükséges az a békesség és az a üdvösség, amit egyedül te adhatsz meg nekünk. Minden nap keressük ezt. Keressük a Isten tiszteletek ige hallgatásában, a bibliaóráknak a felfedezéseiben, a testvéri közösségben, a mindennapi életünkben is keressük igazságaidat, és azokat az értékeket, kincseket, amelyek mentén értelmes, boldog, hasznos lehet az életünk. Kérünk, áld meg bennünket, hogy ez a bibliaóra is lehessen egy ilyen kincskeresés, egy ilyen felfedező út, amikor megtalálhatjuk azt, amit nekünk elrejtettél, vagy előkészítettél Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a Jézus nemzetség táblázata sorozatot. Én találtam egy nagyon jó kis tanulmányt az Apologia Kutatóközpont honlapján, és arra gondoltam, hogy közösen olvashatnánk el Szalai Andrásnak a tanulmányát ezzel kapcsolatosan. No, mint látható, itt is vagyunk a tanulmány elején. Szalai András a szerzője, Jézus családfája a címe.
Szalai Andrást én magam személyesen ismerem még a teológus éveimből, akkor még teológiai akadémia volt, amikor oda jártunk, ő is ott tanult, egy pár évvel idősebb, mint én, és ő az egész életét arra tette fel, hogy keresztény szemszögből vizsgálja a más hiten lévő embereknek a hitét, a más vallásoknak a tartalmát. Az Apológia Kutatóközpont, amit ő a munkatársaival létrehívott, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy hitvédelmi kutatóközpont. Keresztény szempontból, szemszögből vizsgálják a más vallások tanítását, hogy mit kell róluk tudni, hogyan ismerhető fel a más vallású vagy más spirituális tartalmú üzenet, és jól meghatározhatóan elkülöníthetőek ezek a keresztény tanítástól. Tehát az apológia az hitvédelmet jelent, láthatjuk, hogy itt van a webcíme www.apologia.hu, tehát akit érdekel az, hogy hitvédelmi szempontból mire kell figyelni más tanítások esetén, vagy hogyan szüremkedhetnek be esetleg a keresztény tanításban más hitrendszereknek a tanításai, az bátran menjen rá erre a honlapra, és fog találni videókat, tanulmányokat, cikkeket, hivatkozásokat, és sok mindent tanulhatunk. Természetesen a cél az, hogy a keresztény hitünkben megerősödjünk, és abban szilárdak és biztosak legyünk. No, hát akkor nézzük ezt a tanulmányt, Jézus családfája. Két részletben gondoltam a Biblia órán ezzel foglalkozni. Ma az első részét nézzük, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk, és aztán a következő Biblia órákon folytatnánk ezt. Nem olyan hosszú, egyébként csak 6 oldal, de így is elég lesz az információ, amit ma kapunk. Tehát azzal is tudunk majd mit kezdeni. Máté és Lukács evangéliuma Jézus nemzetség tábláját vagy családfáját is közli. A nemzedékek listája azonban sok eltérést mutatnak. Az alábbiakban arra keresjük a választ, hogy mi a családfák jelentősége, vagy nyilvánvaló különbségek oka, és az első látásra ellentmondásos vagy meglepő adatok magyarázata. A családfák jelentősége. Manapság kevesen tartják számon a családfájukat, de posztmodern korunkat megelőzően minden emberi kultúrában, így az ókori zsidó törzsi kultúrában is nagy jelentősége volt a származásnak, a vérvonalnak, az ősiségnek. Miért fontos Jézus származása? Jézus zsidó volt, akárcsak első tanítványai, és számukra ő volt a megígért messiás. Mit jelent ez a szó? És milyen ígéretről, jövendőlésekről van szó? Picit kinagyítom, hát hogy jobb lesz. A héber másiá szó jelentése felkent. Ennek a görögös-magyaros megfelelője a messiás, az olajjal való megkenés, az ókori zsidó kultúrában a király, pap vagy próféta felhatalmazása, beiktatása körüli szertartás része volt. De például Dávid király esetében is, és Sámuel volt az, aki felkente őt királyá, fogta az olajos szarut, és abban volt a szentelt olaj, és azt öntötte rá Dávid fejére. Na, megyek tovább. A zsidóság hódítókkal, elnyomókkal teli történelme során hagyomány alakult ki egy eljövendő messiási alakról, zárójelben láthatjuk a bibliai hivatkozásokat, igehelyeket, aki természetesen zsidó, Júda törzséből való, és Dávid király utódja kellett, hogy legyen. Mivel Dávidnak 8 feleségétől és ágyasaitól legalább 20 gyermeke született, sok leszármazottja volt, akik számára a vérvonal és a hozzá kapcsolódó szövetségi ígéretek fontosak voltak, családjuk társadalmi helyzetétől függetlenül. Származásukat egy családokon kívül a zsidó genealógiai nyilvántartás is, tehát leszármazási nyilvántartás is számon tartotta, ami azonban Jeruzsálem lerombolásakor, Krisztus után 70-ben megsemmisült. Jöttek a rómaiak és elpusztították Jeruzsálemet és a templomot is, és a benne lévő iratokat is. Dávid király Betsabétól származó fiai közé tartozott Salamon,
ő volt, aki Dávidot közvetlenül követte a trónon, és szintén az ő utódja volt Nátán. Az evangéliumok szerint ők voltak József, illetve Mária hősei. Miért csak Máté és Lukács közé Jézus származását? Ez egy jó kérdés. Annak a zsidónak tehát, aki messiási küldetés tudattal és tekintéllyel kívánt fellépni, először is a származását kellett bizonyítania. Máté evangéliumának célcsoportja a zsidók. Ezért műve legelején Jézus messiás voltát állítva azonnal közli a nemzetség tábláját, azaz családfáját, Ábrahámtól Dávidon át egészen Józsefig, Jézus törvény szerinti nevelő apjáig. Lukács evangéliumának célcsoportja ugyan elsősorban a görögök, tehát a nem zsidók voltak, de ő az, aki leginkább történészként közelített Jézus életéhez. Ezért Jézus történetét az előírva keresztelő János történetével kezdi, és Jézus családfáját csak közvetlenül szolgálatának megkezdése előtt közli a 3. fejezet 23. versétől. Lukács maga is görög származású volt, és a zsidók messiását az egész emberiség messiásaként akarta bemutatni. Ezért a családfáját Mária, a vér szerinti anya ágán vezeti vissza, Dávidon és Ábrahámon át egészen Ádámig. Márk nem foglalkozik Jézus származásával, mert Rómában Péter tolmácsaként működött, amikor felkérték, hogy Péter prédikációi alapján állítson össze egy szöveget Jézus életéről, hogy legyen mit olvasniuk a keresztség előtt állóknak. Evangéliuma ennek megfelelően Jézus tetteit sorolja, és tanítást is keveset közöl. Egyébként a Márk evangéliuma 90%-a Máté evangéliumában is olvasható. Végül János evangéliuma sem közli Jézus családfáját. A János evangélium íródott legutoljára a már közkézen forgó 3 evangélium kiegészítéseként. Ő inkább Jézus isteni eredetét és természetét akarta hangsúlyozni, mert ő benne Isten szava, azaz maga Isten testesült meg, lett emberré. A különbség okai. Az evangélium, tehát örömhír, mint sajátosan keresztény műfaj, nem mai értelemben vett életrajzi mű, hanem tanúságtétel. A közvetlen szem, fül és kéztanúk, illetve közvetlen tanítványai beszámolói Jézus tanításairól és tetteiről, születéséről, szolgálati éveiről, haláláról és feltámadásáról. Jézus nem ért semmit, tanítványai is először szóban adták tovább tanúságtételüket, de mielőtt meghaltak, gondoskodtak arról, hogy az utókor is tudjon azokról a dolgokról, amiket ők átéltek. Végül egy emberöltőn belül 4 olyan mű született, amelyek gyorsan az egyház üzenetének alapkövei lettek, a Máté, a Márk, a Lukács és a János írása szerinti evangéliumok. Az evangélium 4-szer. Az újszövetségi evangéliumok tehát ugyanazt a történetet írják le, de 4 szerző tollából, 4 célcsoportnak címezve. Az első századi, még igen gazdag szóbeli hagyomány anyagát ennek megfelelően felhasználva, válogatva. Önkényességről azonban nincs szó. A 4 szerző közül 2 Jézus közvetlen tanítványai, apostolok voltak, Máté és János, 2 pedig apostolok közvetlen tanítványai. Márk Péteré, Lukács pedig Páli. Kortársak voltak. Egymással személyes kapcsolatban álltak, így egymás írásait is bizonyosan ismerték. Evangéliumaikat az egész egyház ismerte és elismerte. Soha senki sem vitatta sem a szerzőségüket, sem a tartalmukat. Ha beszámolóikban vannak is eltérések, azok jelentőségét, etények és világos szerzői céljai fényében kell vizsgálni. És itt most érkezünk el a 2 családfa megírásának a körülményeihez, illetve előzményéhez, családfa 2 ágon. Az alábbiakban csak azt a 2 evangéliumot hasonlítjuk össze, amelyek foglalkoznak Jézus származásával. Tehát, hogy milyen céllal írta meg Máté, illetve Lukács Jézus nemzetség táblázatát. Ehhez segítenek a következő kérdések. Ki a szerzője, ki a célcsoportja, meddig vezeti vissza a családfát, mit akar ezzel üzenni, melyik szülő hőseit sorolja fel,
A dávidi vérvonal melyik ágát követi, melyik szülő perspektívájából mutatja be Jézus születését. Na nézzük. Tehát Máté, ugye ő maga Jézus által elhívott apostol volt, léviként ismerhetjük meg, vámszedő volt, zsidó származású, és a célcsoportja elsősorban a zsidók voltak. Ő Ábrahámig vezeti vissza Jézus nemzetség táblázatát, vagy családfáját, a zsidók ősatjáig. Mit akar ezzel üzenni? Hát azt, hogy Jézus a zsidók által régóta várt messiás. Melyik szülő őseit sorolja fel? József őseit, mert a törvény szerinti apai vérvonalat akarja hitelesíteni József révén, és így hitelesíti Jézus leszármazását. A dávidi vérvonal melyik ágát jelenti ez? József, Dávid egyik fiának, Salamonnak a leszármazottja. Tehát József, Salamonnak a leszármazottja. Melyik szülő perspektívájából mutatja be Jézus születését? József szempontjából, tehát a nevelőapa szempontjából mutatja be Jézus születését, az ő gondolatai, tettei, álmai keresztül. Ugye ez talán ismerős a karácsonyi történetből, amikor József észreveszi Márián, hogy várandós, és akkor ez szöget üt a fejébe, hogy hát akkor itt valami gigszer történt, tisztátalan lett a jegyese, és el akarta őt titokban bocsátani, de ugye az Úristen ekkor jelentette ki azt az álmot, hogy ne féljen magához venni Máriát, mert ami élet benne fogant, az a Szentlélektől van, és a születendő fiú gyermek lesz a megígért messiás, a megváltója a zsidóságnak is, és persze mindenkinek. Tehát József szempontjából mutatja be Jézus születésének a történetét. Nézzük a Lukács írása szerinti evangéliumot. Ki a szerzője? Lukács evangélista, nem zsidó származású volt, hanem görög, orvos volt a foglalkozása, Pál apostolnak a munkatársa volt. Evangéliumának a célcsoportja elsősorban a nem zsidók, ugye a görögök, de mások is, akik ugye görögül tudtak olvasni és értettek. Meddig vezette vissza Jézus családfáját? Ádámig. Az egész emberiség ősatjáig vezette vissza. Mit akart ezzel üzenni? Természetesen azt, hogy Jézus az egész emberiség számára a messiás, azaz a megváltó, az üdvözítő. Melyik szülő őseit sorolja fel? Mária őseit sorolja fel Lukács, a vér szerinti anya vérvonalát. És a dávidi vérvonal melyik ágát jelenti ez? A Mária szerinti vérvonal? A Nátán leszármazása szerinti vérvonalat, mert ugye Nátán Dávidnak szintén a fia volt, és Mária Nátánnak egy késői utódja. És hát, hogyha a Lukács evangéliumát felidézzük magunkba, akkor ugye bizonyosan emlékszünk, hogy Jézus születését Mária nézőpontjából jeleníti meg az ő gondolatai tettein keresztül, ugye elég csak a Lukács 2-re gondolni, a karácsonyi történetre, de gondolatunk a Mária énekére is, ami a Lukács evangélium első fejezetében van. No, hát nagyon érdekes tehát ez az összehasonlítás, ez az összehasonlító táblázat. Itt láthattuk, hogy mi volt Máténak a célja, és mi Lukácsnak a célja Jézus családfájában. Nagyon érdekes, hogy mindkét szülőt, illetve a nevelő apát is, és az édesanyját is lefedi ez a biztos leszármazás, és mindketten Dávidtól származnak. Úgyhogy nagyon megalapozott és hiteles testi módon is Jézusnak a származása. Az evangéliumok írói az ókeresztény egyház hitét vallották, miszerint Jézus a messiás, a proféciáknak megfelelően Dávid leszármazottja, mert József és Mária is Dávid leszármazottja volt. A két vérvonal Ábrahámtól Dávidig megegyezik, csak Dávidtól tér el a salamoni és a nátáni ág.
Jézusnak kettős, emberi és isteni természete volt. Jézus a Szentlélektől fogant, tehát Mária a vér szerinti édesanyja volt, József pedig a törvény szerinti nevelő apja. Ugye Lukács a evangélium 3. fejezetében, 23. versben nagyon finoman fogalmaz, úgy gondolták róla, hogy József fia, és ezzel nagyon szépen körülírja azt, hogy hát testi módon mégsem ő volt az apa, de az emberek úgy tudták, úgy gondolták róla, hogy ő József fia. No, menjünk még a következő fejezetre is, és aztán így fogjuk majd lezárni ezután. A nemzedék kifejezés, hogy ez mit jelent, és miért fontos a genealógiában, tehát a családfában. A két nemzedék lista, magyar fordítása és eredeti kifejezései a félreértések elkerülés érdekében némi magyarázatot igényelnek. A Máté 1.1 szerint az evangélium első szakasza Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. A nemzetségkönyv kifejezés a görög Biblos Geneseos, a standard ószövetségi héber kifejezés a Széfer Toledót fordítása. Magyar megfelelője a családfa lenne, de tudni kell, hogy Máté és Lukás családfái nem teljesek, hanem a szerzői szándéknak megfelelően vannak alakítva. Amikor azt olvashatjuk, hogy X, itt ugye most névre kell gondolni, X nemzette Y-t, vagy X fia volt Y, ezeket a kifejezéseket látjuk, olvassuk, ő vagy szó szerinti apa-fia kapcsolatra utalnak, vagy akár több nemzedékeket is átugrik, tehát közvetlen utódot és későbbi leszármazottat egyaránt jelenthetnek ezek a kifejezések. No hát ezért érdekes, hogy az egyik családfa hosszabb, mint a másik, mert ugye vannak ilyen átugrások a nemzedékekben. A nemzedékek száma azért nem mindegy, nem mellékes, tehát itt azért a szám szimbolika is bejön, mint a fejezet címe is mutatja, tehát az írói szándéknak megfelelően használják a számokat is a nemzedékek számát, akár Máté, akár Lukács esetében is most ezt fogjuk megnézni. A nemzedékek listáit összehasonlítva a következőket állapíthatjuk meg. A Lukács 3 beli lista Ádámtól Ábrahámig Lukács plusz anyaga, aminek az a funkciója, hogy Jézusban az egész emberiség messiását láttassa. Ábrahámtól Dávidig a Máté 1 és a Lukács 3 listája gyakorlatilag egyezik. Dávidtól két vérvonalra válik szét, a Salomon és a Nátániágra, így a listákban természetesen eltérő nevek szerepelnek. A Máté 1.17 szerint Máté saját listájában 3x14 nemzedéket találunk, egyértelműen mesterséges szerkezetről van szó, amely mögött sajátos szerzői szándéká. Mivel minden zsidó tudja, hogy a messiásnak Dávid utódjának kell lennie, Máté ezzel kezdi evangéliumát, a nemzedékek listájába pedig belevisz egy héberül tudók számára nyilvánvaló üzenetet. A héber Dávid nevet ugyanis eredetileg 3 betűvel írták le, a DVD, ugye nem az adathordozóra kell itt most gondolni, hanem Dávid nevére, magánhangzó jelek nélkül. Az ókori héberben a görögöz is a latinhoz hasonlóan nem léteztek számok, de a betűknek volt számértékük. Most a héber ABC-ben a dalet betűértéke 4 volt, a váv betűértéke pedig 6, tehát a DVD-t, hogyha összeszámjuk 4, meg 6, meg 4, az 14-et ad ki. A szám szimbolika még érthető, de ha összeszámoljuk az első sorozatot, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig, nem 14, hanem 13 név olvasható. Érdekes módon azonban mindkét adat igaz. Jekonyá ugyanis, aki Máté 1.12-ben olvashatjuk a nevét, olyan hosszú életet élt, hogy a fogságba vitel előtti és utáni listába is beletartozik. Az is kérdés, hogy mi magyarázza a Dávid utáni nemzedékek számának nagy eltérését. Dávid és Jézus között körülbelül 10 évszázad telt el, és bár érthető, hogy más vérvonalakról van szó, miért sorol fel Máté 26, ugyanakkor Lukács pedig 41 nemzedéket, azért ez lényeges különbség.
Amint tudjuk, Máté és Lukács is kihagy neveket, illetve nemzedékeket. Ezt már az előbb láthattuk, hogy átugorhatják ugye a kifejezésekkel akár egy-két nemzedéket is. A nemzedék szó alatt a zsidók kb. 40 évet, a görögök azonban kb. 25 évet értettek. Máté elsősorban zsidóknak ír, ezért a 10 évszázadot első ránézésre is lefedi a 26 generáció, mert 26x40 az 1040. Lukács elsősorban görög kultúrájúaknak ír, ezért a 10 évszázadot legalább 40 generációval kell áthidalnia. És ezt meg is teszi, 41x25, 1025, tehát nagyjából ugyanazt a valamivel több mint 1000 évet Máté 26 generációval oldja meg, még Lukács 41-jel. Mindketten ugyanazt a listát használták, de azt a célcsoport kulturális sajátságait figyelembe véve kezelték. Lukács listájában is látható, illetve található számszimbolika, ez is fontos. Ádámtól Ábrahámig 3x7 nemzedék, az 21 nemzedék, Izsáktól Dávidig 2x7, azaz 14 nemzedék, Nátántól a babiloni fogságig 3x7, azaz 21 nemzedék, Zerubábeltől Jézusig 3x7, az megint csak 21 nemzedék, tehát összesen 11x7, azaz 77 nemzedék élt, legalábbis 77 név lett felsorolva. A bibliai számszimbolikában, ugye a 7 a teljesség száma, a 70 ennek a fokozása, illetve a népek száma. No, hát én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes és izgalmas volt, és így mindenképpen egy bevezetést találtunk, láthattunk arra nézve, hogy miért van eltérés a kétféle evangélium nemzetség táblázatában, és ezzel is üzenni akarnak, hogy Jézus mind a zsidóknak fontos, mind a pogányoknak. Kedves testvérek, mielőtt elmondanánk az Úrtól tanult imádságot, hallgassuk meg a 100. Zsoltárt. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Azért választottam ezt a Zsoltárt, mert az utolsó két szó nemzedékről nemzedékre szerepel az előbbi tanulmányban is. Nagyon fontos ez, tudnunk, látnunk, hogy Isten szeretete nemzedékről nemzedékre megújul, tovább adódik, és így gondolhatunk a saját nemzedékünkre is, saját korunkra, kortársainkra, magunkra, feladatunkra és küldetésünkre is. Jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Csendesedjük el, és mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Végezetül a megkezdett éneknek, a 139-es énekünknek a 4. és az 5. versét énekeljük el. Jöjj, égi szent lány,
Szentlélek Isten, tarts mint halálig hűségben, hogy éltünk téged hirdessen, s megálljunk végig győztesen. Jöjj vigasztaló, Szentlélek Isten, jöjj égi szent lány, Szentlélek Isten, ne hagyd a végső órám sem. Erős várom Istenünk, akkor egy hét múlva körülbelül folytathatjuk ezt a sorozatot. Viszontlátásra!